Jó estét kívánok, ez a 48 perc az m és a híradó.hu élőben sugárzott hírháttér műsora, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok, a műsor házigazdája. Ma esti évadnyitó adásunkban beszélünk többek között Orbán Viktor köcsei beszédéről, arról, hogy jó üzlete megvenni a Liz Ferenc nemzetközi repülőteret, valamint arról is, hogy darabjaira hullhat-e az Európai Unió. Ezeknek a témáknak a kitárgyalásában vendégeim és segítőim lesznek Bajer Zsolt, Podor Gábor és Merász Ágoston. Jó estét Jó estét! Jó estét. Isten, hozott, Sziasztok. Isten hozott titeket, remélem sikerült magatokat kipihenni a nyáron. Kezdjük szerintem rögtön köcsével, ez a talán a legfrissebb élmény. Nem árulok el titkot, és szerintem nem sértelek meg titeket, hogyha azt mondom, hogy tehát Ágoston téged is láttalak köcsén a rendezvényen, és mintha Zsolt téged is ott a tömegben ott fölfedeztelek volna. No, én vagyok egyedül, aki nem voltam Csomó ott. Csomó újdonságot hogy... fogsz hallani. Izgatottan hallgatom. Hogy mi, mi hangzott ott el? Nos, ugye ez egy hagyományos, tudom, politikai politikai nyitó előadás, és a miniszterelnök ebben a hétvégi beszédben gyakorlatilag azt mondta, hogy Magyarország célja az, hogy nagyok legyünk, erősek és gazdagok legyünk. Illetve hozzátette, hogy tiszteljen minket a világ. Én innen szeretném indítani a beszélgetést. Mit jelent az, hogy tisztelni? Mert én úgy érzem, hogy nagyon sokan a mai napig összekeverik a tiszteletet a szeretettel. A tisztelet szerintem nem azt jelenti, hogy csupa jót és csupa szépet írnak Magyarországról. Nem tudom, ezzel egyet értesz a Zsolt. Persze. Tisztelet és szeretet az két különböző dolog. Az ember normális körülmények között feltétel nélkül szereti például a szüleit, édesanyját, édesapját, és mondjuk egy gyerek még akkor is szereti a szüleit, hogyha azok nem szolgálnak rá erre a szeretetre. A tiszteletre meg nyilván rá kell szolgálni, és egyáltalán nem biztos, hogy a tisztelet szeretettel is jár együtt. Ha mégis, az egy különleges kegyelmi állapot. Az pedig, hogy egy egész országot szeressenek és tiszteljenek, na, az a legritkább, egészen kivételes történelmi pillanatokban mondjuk adódik. 56 októberen nem? Nagyjából Például ez... akkor. Meg mondjuk a lengyel-magyar viszonyban azért az uh -huh. ezer év többnyire arról szólt, hogy szerettük és tiszteltük <laughs> egymást. Nem <laughs> szeretetre kell törekedni, nem tiszteletre. Én ezzel egyetértek. Mit jelent a tisztelet? Van egy ilyen magyar szó, hogy tiszteletet parancsoló, tehát amikor eléri azt az ország, amit elérhet és felnéznek rá a többiek a teljesítménye miatt. Ez lehet valóban egy ilyen morális pillanata a történelemnek, amikor minden jó szívű ember azt gondolja, hogy hősök harcolnak az utcán, de akár a németekre is korábban felnéztünk a, a szorgalmuk, a munkájuk miatt, vagy az olaszokra az életmódjuk miatt bizonyos értelemben az is tiszteletet parancsoló, és szerintem azt keresi a miniszterelnök, hogy mi... Milyen... pontosan úgy akar mindenki élni, mint az olaszok, és úgy akar keresni mindenki, mint a németek. <gül> <igen>. <gül> ez nem is a tisztelet nyelve már ez az irigykedésé, de komolyra fordítva a a miniszterelnök szerintem azt keresi, hogy mi az a magyar út, ami elvezet oda, hogy egy különleges magyar imás kialakuljon a világba, ami valóban nem azonos a szeretettel, de amire odafigyelnek az emberek, és azonosítják a fejükbe azt, hogy ezek a magyarok, mindent megcsináltak, amit megtehettek, és irigykednek rájuk, hogy merték megcsinálni. Irigység? Erre vágyunk? Irigyeltek legyünk? Hát talán nem, mert ugye visszakönyedve az eredeti kérdésedre, meg amit itt elmondhatok Bölcsön a Zsolt, meg az Ákosnak is, ugye a tisztelettel kapcsolatban, <hül> ugye respect, ahogy az angol mondja, vagy respektálni, ahogy magyarul is szoktuk ezt használni, szóval megemelem a kalapom előtte, tehát ezt jelenti. De ez nem arról szól, hogy egész egyszerűen Magyarország szuverén belügyeibe ne szóljon bele senki, mert én ezt így értem, hogy ha a magyarok úgy döntenek, hogy ők így akarnak élni, hogy mondjuk az az egy férfi, az anya, meg egy nő, akkor ezt mások tartsák tiszteletbe és ne, ne beszéljenek hát be ez be be. jelentheti, ezt is. ezt is jelentheti, de épp ezzel akartam folytatni, mivel ugye ti ott voltatok, és hallottátok, én meg kívülről, Hát nem mondom, hogy néztem a híradásokat, mert hiszen ez egy zárt körű rendezvény volt, tehát erről nem nagyon volt Ezért Ezért vagyok én most itt kímbe. Mit szabad -e elmondani. Pontosan. Tehát csak kiszivárgott foszlányok voltak, úgy tetszik az egész. Tehát nekem ez kívülről úgy néz ki hogy a miniszterelnök is érzi, hála Istennek, én írtam is ezzel kapcsolatban, érzi, hogy baj van, érzi, hogy probléma van, hogy nincs meg az ország iránt az a tisztelet, ami meg kellene, hogy legyen, és egyébként a Zsolt gondolat már itt folytatva, meg talán Tamás tevetett közben a 56-ot, hogy 89 is ilyen volt, 89-90 is, ugye emlékszel rá, hogy nagyon egész Közép-Európát és köztük Magyarországot is hatalmas tisztelet övezte szerte a világban. Hát én akkor jártam például az Egyesült Államokban, olyan előadásokat tart én másokkal együtt hozzátenem akkori magyar ellenzékiekkel, ahol ezrek voltak de, ott. De ezrek. Gábor, ez nem csacsiság. Tehát a, a, a az, hogy Köszönöm a, Köszönöm szépen. A, 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 de, de nem, szóval mert, mert, a bo bocsánat, Milyen, bocsánat, így van, de... pontos, ha már a respektnél tartunk. A, akkor a, legnagyobb tisztelettel hat fejtsem ki az a véleményem, hogy egy olcsó közhelyt így. osztottál meg a nézőkkel. Hiszen a magyar miniszterelnök a francia elnökkel reggelizik -e és vacsorázik. Ma van itt az olasz miniszterelnök, a török elnök augusztus 20-án egy keresztény államalépítás ünnepségén tette tiszteletét. Tehát hol vagyunk mi elszigetelődve, és hol hiányzik a tisztelet Szerintem Pont az a helyzet, hogy nem egy ország a referencia közegünk, nagyon sokáig a németek voltak, hogy azt szerettük, hogy a, a német kancellár nézen kedvesen ránk és most meg kitárult előttünk De világ. az a német kancellár, a korra na, gondolsz, jó, más, más, azért az egy helyzet, más ez volt ez mint igaz. most. Tehát, na, szóval hogy, a ha szegény, megengeditek... a solcot, mondjam, tehát, hát a rizs a rizs innen, rizs is, innen rizs is, kívánok neki jó jól is, lás, is. de hát azért nehéz tisztel. Visszakanyadva arra, amit Ágoston mondott, szóval ez tényleg nem a tisztelet hangja volt, én se fogom leközhelyezni a gondolataidat Ágoston, bár meg lehetne tenni, azt hiszem, de szerintem ne ilyen szinten vitatkozunk egymással, én azt javaslom, hogy ne így kezdjük ezt az de évadnyitót. Jó volt, de... Ne így kezdjük ezt az évadnyitót, szóval az a helyzet, hogy, hogy elszigeteltek vagyunk a világban, ez szerintem te sem gondolhatod komolyan, hogy ez, ez, nem így van, sajnos elszigeteltek vagyunk, az egész Európai Unióban egyedül vagyunk, a Visegrádi országok közül is egyedül vagyunk, ha szerencsénk lesz a lengyel választások után a lengyelekkel, bizonyos kérdésekbe újra tudunk közösen fellépni, de nincs meg az a lengyel-magyar együttműködés, ami pár évvel ezelőtt még megvolt, és szerintem a miniszterelnök hála istennek ezt érzi, és azt gondolom, hogy többek között erről is szólnak ezek a megnyilvánulásai, hogy nyilván nem fogja ezt így kimondani, vagy hogy már olyan nyersen kimondani, ahogy most én megfogalmazom, de érzi azt, hogy itt változásra van szükség. És nekem ezek a mondatok ezt jelentik. De, de Gá Gábor, én meg a világért sem akartalak volna megsérteni, tehát nem ez volt a. Nagyon helyes. Ha, 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 akarok, határozott véleményem, de légy szíves, azt vett figyelembe hogy ma itt van az olasz miniszterelnök, és egy évig azt hallgattuk, hogy Meloni rá se néz Orbán Viktorra. Abban teljesen igazad van, hogy minden politikus állandóan barátokat, szövetségeseket, partnereket, és ha tetszik, üzleti, politikai, üzleti megoldásokat keres, de nem igaz az az állítás. Én egy, kicsit, én egy kicsit másképp látom ezt a kérdést. Én azt látom, hogy Európában nagyon nehéz hogy és politikusokkal kezet fogni, mert egész egyszerűen nincsenek. Már az is egy nagy truvály, hogyha van egy országnak egy kormány, egy megválasztott kormány, és nem valami ügyvivő kormány regnál éppen. Tehát az elszigetelődés tematika, amit én emlékszem valamikor 2010-es 10 évek elején hozott be az ellenzék, szerintem ez már elfáradt. Tehát mindenki látja, hogy Magyarország és Orbán Viktor egy igazodási pont. Tehát, mint a, a vaspor közelpére lerakott mágnes. Tehát így húzza be maga köré az embereket. Aki lehet, mert most A németeknél tényleg kivel tárgyalsz? gyakorlatilag súlytalan politikusok vannak. Ez nem az, ez nem az a német belpolitika, amit még a 90-es években okay, megismertünk. Tamás, de nincs szövetségünk. Franciaországban, hát Franciaországban éppen most kötöttünk, ha jól értem, egy, az egyik legfontosabb na, de most az, alkut kötöttük meg, ugye? A, a atomenergetikai, atom De hadd mondjam el, hát az egy atomenergetikai egy atom együttműködést kötöttünk. Hát most a, mit, ki, mit kérsz rajtunk számon? Hát, na, uh, megmondom, hogy mit kérek számon. Valakinek nincs kormánya, majd reméljük, hogy szeptember 30-ától okay. lesz. Azt kérem számon, hogy szerintem jóban, Szerintem a mostani kormányzatnak értem. egy komoly teljesítménye volt pár évvel ezelőtt, hogy volt egy visegrádi együttműködés, ez ma nincs. Tehát ez egy probléma. De bocsánat, Elszigetelődés az... nincs nemzetközi együttműködés Gábor. a visegrádiak között. Kettő, Gábor. várja, bocsánat, hogy válaszoljak a kérdésedre. A második, az pedig az, hogy az Európai Unióban most is, amikor az Európai Uniós pénzek ügyében nekünk súlyos vitánk van az Unióval, és kellene nekünk szövetséges, nincsenek szövetségeseink, akik mellénk állnának. Egyébként megjegyzem, ha már a német karcellát mondtad, annak idején, amíg Angela Merkel volt a kancellár, ezeket a kérdéseket meg tudtuk oldani, mert ő törekedett arra, hogy általános kompromisszum szülessen, hogy a Európai... De. Ez is bizony, hogy szinten. Magyarország nem változott, hanem Németország. Nem, nem, nem arról van szó, nem Magyarország is változott, mert közben még Angela Merkel idején volt Visegrádi együttműködés, ma meg már nincs, tehát változott a mi pozíciónk is. Tehát ezzel együtt én azt gondolom, hogy van egy ilyen, tehát van egy létező dolog, tehát visszakönyödve a miniszterelnöknek a beszédére, én ebből ezt olvasom ki, hogy ő is érzi, hogy itt változtatásra van szükség. Én ebből egyáltalán nem ezt olvasom ki, beszédét hallgatva egyáltalán nem ez a kép ki. Az, a, a változásra szükség van, de azt gondolom, hogy nem Magyarországon, hanem Európában. Erről egyébként elég bőven beszélt, nem csak ezen a rendezvényen, hanem már máshol is, és szerintem, tehát aki érti, hogy mi történik Európában, az nem vitatkozhat azzal az állítással, hogy tényleg változásra van szükség, Európa bajban van, tehát megfeneklett az Európa projekt. Hát, hogy hozzak be akkor egy másik gondolkodási irányt, csak úgy általánosságban. Az IMF tíz éves előrejelzése, azt mondja, és én, én elhiszem, hogy ehhez értenek, azt mondja, tíz éves távlatban, ami nem valami horrorisztikus távoli jövő, hanem a holnap után. A GDP tekintve, tíz év múlva, tíz éven belül Törökország lesz a világon a harmadik. A németek visszacsúsznak az ötödik helyre, és ha jól emlékszem, a franciák és az olaszok kiesnek az első tízből. És amikor mi azt hallgatjuk, hogy a keleti nyitás, az micsoda hülyeség, hát hogyha az IMF-nek igaza van, akkor mégis hova kéne nekünk nyitni? És itt nem arról van szó, hogy most itt a, a, nyugati értékekkel szemben, bár jó lenne, ha valaki nekem most hirtelen felsorolná, hogy mik is azok a nyugati értékek, mert húsz évvel ezelőtt még nem azok voltak a nyugati értékek, mint ma, zárójelbe zárva, de hát ki, kivel akarunk mi gazdaságilag együttműködni? Hát ők jönnek föl, és akkor Kínáról még nem is beszéltünk. Európa pedig hát úgy tűnik, hogy a vesztes oldalra kerül. Az, az kétségtelen, tehát azért a német gazdaságot megnézed, gyakorlatilag most már abban a kontextusban beszélnek Németországról, hogy Európa beteg embere. Tehát ott tényleg, tényleg probléma van egyébként. A beszédében a miniszterelnök ezt a kérdést is említette, és ugye előkerült egy ilyen 15 pontos összem dosszénak nevezte. Egy ilyen nagy terv. Nagy terv, ami 15 pontból áll. Ilyenek vannak benne, hogy demográfiai fordulat elérése. De itt egy pillanatra álljunk is most meg szerintem, mert ugye pont most zajlik éppen Budapesten a demográfiai csúcs, amire ugye Melóni asszony is érkezett. Itt a miniszterelnök egyébként eléggé önkritikus volt, én úgy emlékszem. 13 éve van kormányon, és hát a demográfiai fordulat azért még nem következett be. A csökkenés üteme az lassult, ez jó hír, de fordulat még nem történt. Tehát mi kell ahhoz, minek kell ahhoz történnie, hogy tehát ebben, ebben az évben is, hogy az megelőző évben is 3600 milliárd forintot hagy a magyar családoknál, a magyar állam, vagy adod a direkt támogatásként, azért szabad szemmel egy jól látható összeg a magyar költségvetésben. És nagyjából azt lehet mondani, hogy 2010-hez képest mondjuk egy ilyen 7-8 ezerrel -8 több gyerek születik. Szép eredmény, de kevés a fordulathoz. 1,2 volt a termékenységi ráta 10-ben, uh -huh. mikor átvette az Orbán kormány a hatalmat. 13 év elteltével hajolt emlékszem, egy hatra vagy egy hétre tudtuk most feltornászni. Egy öt ez volt a csúcs, igen. igen, és akkor hiányzik még akkor öt tized a vágyott két egész egyhez, ami ugye azt jelenti, hogy a társadalom reprodukálja önmagát. Ha 13 év alatt sikerült oh, mennyit, 5 tizedet főtornászni, akkor hát, sikerült 10 év alatt ezt a maradékötöt, én bízom benne. De tényleg nagyon röviden, egy kicsit távolabbi kameraállásból nézve ezt az egész ügyet. Én készséggel elhiszem, hogy a 8 milliárd ember, aki jelen pillanatban él a Földön, ahogy szokták kongatni a vészharangot, hogy az sok. Mert akkor a fogyasztás, hogy a Föld erőforrásai egész egyszerűen nem elegendőek ahhoz most már, hogy 8 milliárd embert el tudjanak tartani. A szennyezésről most akkor nem is beszélve és akkor megszületnek megint a nyugati világban ezek a, ezek a hagymázas ötletek. Egy norvég egyetemi tanár arról értekezik, hogy egy újszülött annyi gázt termel, hogy aki felelős a jövőjér, az nem vállal gyereket. Hogy kérdezem meg a kötelező tisztelettel, ha nem vállalunk gyereket, akkor egyébként kinek akarjuk megőrizni ezt a bolygót? Akkor, akkor egyébként akkor miért élünk? Első kérdésem. Második kérdésem, és aztán be is fejezem. Biztos az a jó irány, hogy a nyugati világot jelentő, és most akkor ebbe Európa, Egyesült Államok és Ausztrália, akkor mindenki, aki a nyugati világhoz tartozik, hogy majd mi nem szülünk gyereket, ami egyébként most a trend, és ez egy milliárd ember, a nyolcból. Tehát a világnak az a része, ahol anyagi értelemben minden feltétel adott ahhoz, hogy egy család két-három, ne adj Isten, négy gyereket vállaljon, és tisztessége jó, kvázi jólétben föl is tudjon nevelni, ott majd nem születik gyerek. A világnak az a része, a 7 milliárd, ahol semmilyen feltétel, és különösen igaz ez Fekete Afrikára, ahol semmilyen feltétel nem adott ahhoz, hogy akár egy gyerek tisztessége fölnőjön, ott meg nyolcasával születnek. Hát kéne ezen valahogy mégis változtak? Ez egyébként de... de... szembeütlő tényleg, tehát hogy valahogy a jólét és a gyerekvállalás, mint a fordított formátum. pedig józan ész szerint nem így kéne, hogy legyen. Igen. Tehát ez nem egy kulturális kérdés. Anyagi kérdés, vagy kulturális kérdés? A legisztelának ugye a demográfiai csúcson megint hangosan gondolkodott ezen, mert az alapvető. Mm -hmm kérdése, senkinek nincsen válasz a nyugati világban. A magyar miniszterelnök gondolkodik rajta. Próbálkozott Magyarország az ő vezetése alatt anyagi támogatása, kiszámítható, hosszú távú keretek biztosításával, a hangulatnak a trendfordulóban való elősegítésére. Ma már mindenki tudja, hogy Magyarország egy családbarát ország, hogy újra divat legyen a gyermekvállalás, de ezek, erről szólt a mai beszéd, de mind nem voltak elegendők, hanem még több lépésről van szó, és nem csak pénzkérdés a gyermekvállalás, hanem, hanem valahol annak a, annak a személyes döntésnek a, a, a szerepét kellene megtalálni, és azt kellene a politikának elősegíteni, hogy bemerjék vállalni az amúgy vágyott gyerekeket a magyarok. Mert ugye ez a malomkő nehézségű tehertétel az egészben, hogy valójában a magyarok szeretnének több gyereket, és mégsem születik meg a több gyerek. Szóval szerintem pont ez a a demográfiai kérdés, családpolitika az egy olyan része egyébként a Fidesz politikának, ami szerintem alapvetően sikeres volt az elmúlt időszakban. Tehát ez, amiről most beszélünk, ez valóban úgy van, ahogy te mondtad, hogy persze, meg ahogy beszéltetek mindannyian azt a szintet, ami a 2,1-es reprodukciós ráta fordulat szintje lenne, azt nem érte el, persze Magyarország, nem is tudom, hogy el fogja érni, de ahhoz képest, ahonnan indult, azért az egy látványos növekedés. Tehát szerintem itt van siker az a helyzet. Tiszteletet parancsoló. Van siker, így van, respect, respekt, illetve kalapemelés, ennek a sikerek, itt van siker, de, de nyilvánvaló, hogy nem elég. Ez, ez egyértelmű, tehát jogos a ilyen szempontból kritika, és, és szerintem azt lenne érdemes megvizsgálni, hogy, hogy mi, ennek a, mi ennek az oka, valóban biztos, hogy van kulturális része, hogy beszéltetek erről, de van egy másik része is szerintem, vagy lehetséges, ez nyilván komolyabb kutatás, vagy elemzést igényel még hozzá az, hogy... hogy hogy az, hogy egy országnak milyen egyébként a, a működése, a hétköznapi működése, mindaz, ami a gyerekneveléshez kell, ugye apaként ezt mindannyian tudjuk. Tehát az óvodai ellátástól, az iskolai ellátástól, az egészségügyi ellátáson keresztül milyen színvonalú, mennyire megbízható, ez ugyanúgy befolyásolja azt gondolom az embereket abban, hogy egyébként hogyan gondolkodnak a családról, hogyan gondolkodnak a gyerekről. Most egy olyan kijelentést tenni, amire lehet, hogy sokan azt mondják, hogy Lánc Tamásnak Fogalma sincs, hogy milyen az élet nyugaton, bár szerintem van rálátásom. Én azt állítom, hogy Magyarországon mindezekhez az infrastruktúr... infrastruktúrákhoz való hozzáférés szerintem jó, és jobb számos esetben, mint sok nyugat-európai országban. Ha valaki próbált Angliába elmenni orvoshoz, vagy ott beiratni a gyerekét mondjuk egy általános iskolába, akkor azt gondolom, hogy fogalmat alkothat arról, hogy Magyarországon a helyzet jó. Bocsáss meg, hogy folytassam. Nyilván ezt senki sem gondolja úgy, mert ezek azok a dolgok, amivel soha senki se elégedett. Mindig ha, lehetne jobb az oktatás, mindig lehetne jobb az egész. Tamás, Gábor, csak egy igen, igen. hogy folytassam a gondolatmenetet. Induljunk ki abból, hogy nem neked van igazon, és nyugaton sokkal jobb. Uh -huh. Akkor hagyd kérdezzem meg a kötelező tisztelettel. Hogy létezik? hogy Németország bizonyos tartományaiban, mondjuk alsó százországban ez a termékenység iráta 0,7. Ott konkrétan egy gyerek se szül már, egy nő se szül már gyereket. És ha feltételezem, hogy ott minden jobb, az összes infrastruktúra, akkor miért nem szülnek a német nők gyereket? Igen, itt jön be, azt hiszem ez a kulturális része, hogy egyébként milyen a kulturális közeg, és megjegyzem, itt egyébként szintén Magyarország szerintem viszonylag jó pozícióban van, mert itt téma, tehát politikai téma egyébként a család, a gyerekvállalás kérdése. És még egy, egy, egy pozitív elemet hadd hozzak be itt a beszélgetésbe, ez csak egy szubjektív történet, én most épp nem nemrég beszéltem egy portugál hölgyel, aki itt él Magyarországon a családja, a Németországban éltek a férje, ugye egy német cégnél dolgozik, éltek Angliába, és ő azt mondta, hogy hát neki az a tapasztalat a Portugália, Németország, Angliát nézve, hogy Magyarország a leginkább gyerekcentrikus ezek közül, és hogy Eszpektüli ez működőképes működő dolog, uh -huh. oké, de ettől, tehát ezzel még nincs megoldva. Nem a kell hátradőlni, persze. A de, a de, a nem is azt, nem kell. Tehát azért kutatni kell mondom az okokat, hogy mik lehetnek mindezek mellett, hogy ráfordításon beszélünk róla, többi, Mégis mégsem megy a dolog úgy, ahogy kellene. Tehát erre mondtam azt, hogy én szerintem valahol az infrastruktúrális ellátottságban működik, meg ugye az a komoly bajok vannak azért az oktatási infrastruktúrával, az egészségügyi infrastruktúrával, tehát szerintem itt lenne keresni való valószínű. Még három percünk van, bocsánat, csak volt egy másik kérdés, amire szerintem érdemes ennek itt, de ha nagyon akarsz, nem, Beszélt a miniszterelnök ebben a beszédben az infrastruktúra fejlesztéséről, nem az oktatás uh, került itt szóba, hanem, uh, hanem hát azok a alapvető dolgok, tehát hogy út, hogyan? vasút, vasút közművek, stb. És nekem eszembe jutott, hogy ö, itt egy azért egy zajlik egy nagyon fontos folyamat ez a Budapest Airportnak, tehát a, a Ferihegyi Reptérnek, Lisz Ferenc Nemzetközi Reptérnek a visszavásárlása. Na most én már láttam a bal oldalon ezeket a kétkedő hangokat, hogy hát minek ez nekünk, meg mennyi pénzbe kerül. És eszembe jutott, hogy 2005-ben ugye durván két milliárd dollárért adták el Gyurcsányék ezt a repteret, az egyetlen lényegében, az egyetlen nemzetközi reptere Magyarországnak. A szerződésben ugye kikötötték, hogy 100 km-es közben nem is lehet más repteret létrehozni, tehát gyakorlatilag egy tuti üzletet adtak oda, ha jól emlékszem, a briteknek, egy brit befektetői csoport volt. És most megy a húhogás, hogy visszavásároljuk. Szerintetek jó üzlete visszavásárolni? Hát, szerintem nagyon egyszerű a matek, ha 2 milliárdért megvették, most azt lehet olvasni, hogy 4 milliárdért nagyjából annyiért lehet visszavásárolni, közben osztalékot kiszedtek belőle, akkor ez egy nagyon jó üzlet. Tehát, tehát, szerint 100 millió, tehát ilyen 75-100 millió dollár közötti osztalékot fizet minden évben. Így van, tehát, és ráadásul, ha hisz az ember Magyarországba, és sok mindennel vádolják a kritikusok, Orbán Viktor, de azzal nem lehet, hogy ne hinne Magyarország jövőjébe, az azt jelenti, hogy a turizmus például fejlődni fog, uh -huh. ami azt jelenti, hogy a Ferihegyi repülőtérnek is még fényesebb jövője van, tehát talán ez az egyik legjobb befektetés, azt látom. Hova lett az hát, a pénz? Csak mert akkor éppen kormánytag igen. voltál még, ha nem, nem, nem már akkor nem voltál, nem, nem voltál, de hova lett az a pénz? Mert azért nem, tehát az, azért nem kevés pénz volt. Hát azt most én pontosan nem tudom, hogy hova ment egyébként, az nyilván a költségvetésből érkezett, elővétel, és ezer, ezer, célra. ezer, nem trükkök százai, mint minden a költség. most is trükkök százai vannak, akkor, hogyha innen nézzük a dolgot, tehát valami, nyilvánvalóan, valami nyilvánvalóan, értelmes célokra ment el valamilyen módon, de az eredeti kérdés, hogy Hát igen, mert általában... <laughs> még nem, voltál a, az... a kormányban, szeretnélek hát, emlékezni. Hát, általában azért ugye, értelmes célokra szoktak ezek elmenni, természetesen van egy része, ami mindig politikai vitatárgyát képezi minden kormánynál a költségvetés egy részének, de a többsége, a jelentős része az általában értelmes célokra megy el, mert egészségügyi oktatás, a De azt, ki oktatás, mondani, a nyugdíjakra de azt kö... azért ki lehet mondani, hogy egy óriási nagy ökörség volt ezt eladni. Nem, vagy? épp ezt akartam mondani, Tomás, nincs az ilyen, az... ilyen. Nincs ilyen, szerintem nincs egy ilyen. Egy nemzeti monopóliumot eladni, nem. az nem hülyeség. az, hogy valamit, valamit, privatizálunk, legyen az akár repülőtér, vasút, vagy bármi más, hozzátenem, könnyen lehet, a MÁF problémáira az lesz a megoldás majd a jövő. Azt be, is bizonyos, bizonyos részeit A MÁV kargót eladtátok, el. az egy, a MÁV egyetlen részét, szóval ami pénzt termel. Nincs, nincs erre szerintem egyértelmű recept, hogy mi a jó, mi a rossz. Tehát a, lehet jó a privatizáció és lehet rossz, az adott helyzettől függ. Tehát a Ezzel a, a mondattal most lezárom, nem, az, de folytathatod majd, jó, csak de, de sajnos itt van egy úgynevezett műsoridő, úgyhogy egy rövid szünetet tartunk, a beszélgetést a hírek után folytatjuk. Tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben, Bajer Zsoltal, Fodor Gáborral és Pázz Ágoston Sámuellel. Eléggé tiszteletlenül megszakítottam a kis monológodat, de muszáj volt elmennünk kicsit reklámozni, illetve híradót nézni, úgyhogy kérlek folytasd. Köszönöm szépen a szót, Tamás, akkor befejezem, amit akartam mondani, tehát itt a privatizáción túlmenően viszont a konkrét ügyre visszatérve, én azt gondolom, hogy helyesen dönt most az állam viszont, hogy megvásárolja méghozzá azért, mert ez a repülőtér történet azért nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Hát most gondoljatok bele, annak idején pár évvel ezelőtt milyen szégyengyalázat volt, amit például a fapados utasokkal műveltek éveken keresztül, hogy a betonon kellett állniuk, majd utána egy bádok tető alatt. Miközben ugye itt beszéltél arról, hogy milyen nyereségek képződtek egyébként. Eredetileg ez egy kanadai brit konzorcium volt, aki annó megvette, tehát milyen jelentős nyereség képződött, és jogos volt a nyomás rajtuk, hogy ezt a nyereséget tessék visszaforgatni, fejlesztésbe megjeleníteni és ezt nem látjuk. Tehát ilyen esetben szerintem lépni kell. Tehát én ezzel egyetértek, hogy Feri egy esetében a Magyarországnak azért mégiscsak fontos, hát egy szégyen, hogy megyünk ki a reptére, önmagában a reptére kivezető út állapota az, hogy nem lehet oda kimenni tömegközlekedéssel, nem vezet oda vonat, tehát metró, ki lehet, bármi csak más. Egy előző nap el kell indulni. Hát <laughs> a ilyen pontosan, ami most zajlik a fővárosban, egy külön történet. Ergo az a lényeg, hogy, hogy tehát privatizáció lehet jó-rossz, tehát nincs ilyen, hogy az önmagában rossz, vagy önmagában jó. Egy ezt, rossz. ezt Ez szerint, egy rossz. Szerintem, tehát monopóliumot eladni, tehát ebből egy van, és egy profit, tehát egy, egy, egy állandóan a profitot termelő, ez a jellegénél fogva profitot termelő céget így eladni, szerintem ez egy őrültség volt, de Zsolt, kerekítsd le. Ezt a gondolatmenetet akartam itt befejezésként mondani, hogy azt szerintem érthető, hogy 45 év kommunizmus után, itt a 90-es évek elején, tényleg mindenki azt gondolta, hogy az állam az semmit se tud jó csinálni. Mert ezt közel 50 évig ezt láttuk, és akkor mindent privatizálni kell. És akkor megtörténtek azok az érdekfeszítő események, hogy például nyugati, szeretném hangsúlyozni, állami cégeknek adtuk el mondjuk a magyar közműszolgáltatókat. És hogyha már a respektnél tartunk, Szerintem az az ország, amelyiknek nincs állami kézben lévő közműszolgáltatója, mondjuk a legnagyobb ö, olajipari trösztjét eladta, lágyd, moll, meg eladja a repterét, azt sose fogják tisztelni, mert hülyének fogják nézni. <laughs> Úgyhogy szerintem az egy nagyon helyes törekvés, hogy ezt mind vissza kell vásárolni. No, ö, még mindig a köcsei beszéd, de ez most már egy kicsit a pártpolitika felé vezet, ugyanis ö, a miniszterelnök arról is beszélt, hogy az elmúlt egy év azért nem volt gazdaságilag éppenséggel egy sikertörténet, utalta arra, hogy ezt a háborús infláció megtépázta a magyar embereknek a pénztárcáját, és ennek, annak ellenére, hogy az emberek azért ezt, ezt megszenvedik, tehát ez, ez kétségtelen, ennek ellenére a kormánypártok támogatottsága nem omlott össze, valamelyes csökken, és ami még érdekesebb, hogy az ellenzéki pártok támogatottsága jót se nőtt. Nektek azt hiszem, ágostam, pont most van egy közvéleménykutatásatok. Ezt mutatják a számok? Nagyjából ez a trend, tehát mi azt láttuk, hogy ugye 52 ot kapott belföldön a Fidesz 2022 áprilisában, most 51 ot is kaphatna, de 46 a biztos elkötelezett Fidesz szavazó, és a maradék öt az valószínű Fidesz szavazó csupán ami azt jelenti, hogy ugyan nem biztosak abban, hogy rászavaznak a Fideszre, de még aktív választók uh -huh. nem menekültek el a passzivitásba, és egész biztosan nem menekültek át az ellenzéki táborhoz. Ez a kampányon fog múlni, hogy hogyan alakul, és meg tudom erősíteni azt az állítást is, hogy az ellenzéki pártok támogatottsága a plusz-minusz 1-2 százalékon túl nem változott, bár 22-ben egy közös baloldali lista volt, tehát nem tudjuk a pontos belső arányokat de az összeadott, az a hat párt, ami 22-ben indult, az most 27 on áll. Ugye 22 áprilisában meg 35-36 volt a belföldi eredmény. Igaz, hogy sok kicsi új pártocska kinőni látszik, von a Gábortól Márkizai Péteren át Jakab Péteri. Gábor, neked is volt egy törpepártod, azt hiszem nem sértelek meg ezzel, hogyha törpepártnak nevezem, ez a liberális párt volt, mert most már, ha jól tudom, neked nincs formálisan nincs, között nincs, hozzá. Nincs. Uh, mennyire jön be ez a pártalapítás azoknak, akik elhagyják az eredeti pártjukat? Tehát uh, itt azért volt pár ilyen kísérlet, én emlékszem, Volner János például létrehozta a Huxit pártot. A, jak a, jakab, a, a Jobbikból hat különböző párt alakult már hat? azóta. A, a vonal hatodik. A vonal hatodik hogy tehát, mi, 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 tehát, van ennek létjogosultsága? Sikeres lehet ez? Hát nézd, szerintem a demokráciának vele járója az, hogy próbálkozni lehet, és tessék próbálkozni. Én ezt ennek nem látom most perspektívát, meg kell, hogy mondjam, nem csak a saját példám alapján, itt mondtál, bár hozzátenném, hogy az én esetemben más, tehát nem erről volt szó, hiszen az, én mindig is liberális voltam, mindig is liberális pártoknak voltam a tagja, és miután, miután megszűnt a liberális párt, utána csináltam egyet. Az más kérdés, hogy van egy olyan tanúsága is ennek, és ez a mostani pártalapításokra is áll szerintem, hogy hogy komoly tőke, tehát jelentős pénz és média támogatás kell ahhoz, hogy egy pici párt az át tudja ugorni azt a küszöböt, ami után már működőképes. Mondok rögtön lenni. egy ellenpéldát. A Mi Hazánk, hát a mi hazánk az, azért volt egy speciális eset szerintem, mert ez a létező szavazóbázis az volt, amire a Jobbik rátelepedett. Mondjuk a Jobbik ezen túlmenően tudott nőni, amikor nagyon népszerű volt, hiszen 20% körül is volt ugye a Jobbik a mm -hmm. csúcspontján, de ez a 10% körüli szélső jobboldali szavazó réteg ez tartósan jelen volt azért a magyar társadalomban, és a, a Jobbik összeomlásával ugye, vagy hát pontosabban átment baloldalra a jobblik, ők ott maradtak egyedül, tehát ott volt egy űr, tehát a mi hazánk ezt érezte meg szerintem ügyesen, tehát ott volt egy viszonylag stabil, koherens szavazó réteg. éppen most mondta el Ágoston, hogy az Egyesült ellenzék, ha ma indulna 27%-ot, szerintem annyit se kapna, de mindegy, 27%, hát ez mi, ha nem űr? Tehát tankönyv értelemben azt lehet mondani, hogy itt valóban van egy, egy lefedetlen piac, azt is szoktak ugye mondani, hogy ellenzékváltó hangulat van miért ne sikerülhetne volna? Persze, hát ezért mondom, hogy próbálkozni érdemes, de... És fog neki sikerülni, Zsolt? De Vagy nem téged nem az annyira nem hoz ez a kérdés? Úgy látom, hogy reggel nem ezzel ébredtél. Nem, de ha már beszélünk róla, szerintem nem fog, neki sem fog sikerülni, mert neki aztán végképp nem, nem, nem látom, hogy hol van az a, az, az űr, ahova ő most be tud nyomakodni, és fantasztikus hátteret tud maga mögé gyűjteni. Szerintem nem fog neki sikerülni. Amúgy pedig egyetlen mondat elejéig, hogyha nagyon muszáj lenne megfogalmazni, hogy mi az ellenzék sikertelenségének az oka. Gyerekek, 13 éve egy mondandójuk van. Az, hogy az Orbán egy gazember. És, és amit ez a kormány csinál, az rossz. És még 13 év után se jöttek rá, hogy ezzel semmit se fognak elérni az ég egyet. 13 évvel ezelőtt még voltak egészen épkézláb kritikák is, de szerintem már mindenki elfelejtette, már csak ez az egy mondat maradt. No. Az, nem? Ennyi. Igen. Én is cáfolnám azt, hogy tőke elég a sikerhez, mert a párbeszédet is mértük, és nulla ot találtunk. Ez Pedig a... Karácsony ez a mindig bajba vagyok, igen, én, sem én tudom, hogy benne van, van, vagy nincs van nincs benne, igen. Egykori pártja, vagy egyike az egykori pártjainak, tehát ott aztán tőke van bőven, és lámlám lám a 0% az még, hogy is mondjam, a kicsi pártok között is kellemetlen. És a Vona Gábor esetében pedig én azért nem hiszek igazán az ő sikerében, mert bejelentette, hogy az önkormányzati választáson nem akar indulni. Uh -huh. Egy politikai párt pedig örül az önkormányzati választásnak, mert az összes támogatóját, Szolidáris hívét és ingyenesen dolgozó kampány aktivistáját egy pozícióba tudja juttatni. Aki nem indul az önkormányzati választáson, annak nincsenek hosszú távú tervei. Egyébként, ha visszakanyarodhatok még a Zsoltnak a gondolatára, szóval a, a lényeg, vagy szerintem valahol a kutya itt van elásva, amit mondtál szóval, hogy a, a, a tartalom hiányzik, és az a legfontosabb. Tehát minden utána jön, ez igaz, tehát tőke, meg csomagolás. Na, ugye erre mondtam a média hátteret, meg egyebeket, de először tartalom kell. És a tartalom az, az, az valóban úgy van, hogy mondtad, hogy ugye annak idején 2010-11-12-ben még egy picit más volt, de utána ez nagyon leredukálódott egy radikális üzenetre még hozzá hogy mindenbe az ellenkezője, mint amit a Fidesz mond, mert a Fidesz kormány, amit csinál, az mind rossz lehet, és ez, Egyszerűen nem működött. Nem jó. Sőt, tehát ez egy stratégiai hiba. ahhoz a nukleáris üzenethez, hogy o egy G. Tehát tényleg nem Minden. üzen semmit. És ez egy, egy ez egy stratégiai három hiba. Karakter a Szerintem ez egy, szóval ez egy stratégiai hiba, mert nyilvánvaló, hogy világosak kellene hogy van, ami jó, és azt azt gondolom, hogy folytatandó, meg helyes, és van, ami nem jó, azt meg támadni kell. De ezen túlmenően még van, van még egy probléma, ha már itt a szóba hoztad a párbeszédet. Az, hogy közben Budapesten ugye van egy főpolgármester. Tehát Budapesten meg lehetett volna mutatni azt, mert ugye mindig el szokták mondani, ugye ti is nyilván kutatásaitokban ezt szépen kijön, hogy a kormányképesség problémája az is, ugye hiba az ellenzék része, hogy egy hiátus, úgy tetszik, hogy nem hiszik el róla az emberek, hogy képes lenne kormányozni az országot. Na most itt volt Budapest, tehát Budapestet lehetett volna kormányozni. És ez egy szerintem rendkívül súlyos probléma, hogy az elmúlt évek azt mutatták meg, hogy nem sikerült ez a dolog, nem sikerült, nem ment. De hát, hogy Ez ebből ezzel... a leghitelesebb. Ja, Szóval ezzel nem, 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 nem sikerült erősíteni ezt a pozíciót. Így van, és ugye még egy dolgot az O1G mellett kitaláltak, hogy a, a választási rendszer a hibás, hogy ők nem tudnak győzedelmeskedni. A, mi De meg. A 22-ben az... erre is megtalálták a csodaszert, a közös indulást. Tehát De... ugye tíz évig hallgattuk, hogy ha ők, ha ők egyszer elindulnak közösen. Tehát mint tényleg, amikor a. Ha hóval tüzel valaki, hogy nehezen kap bele, de ha belekap, na most ö, nem kapott bele. De, tehát... Mert valójában az a baj, hogy az intellektuális munka hiányzik mögüle. Nincs tartalom, nincs ö, a Magyarország kormányzására vonatkozó vízió, és persze hiányoznak a személyiségek is, vagy akiket ismerünk, azokat ö, inkább nem szeretnénk a kormányrút közelébe engedni, még talán a baloldali választók sem. Engedjetek meg egy tényleg egy mondatot, ha már vízióról beszéltél. És ez, ez messze nem a csak a magyar ellenzék problémája. Kicsit most megint a nézzük egész Európát. Tényleg a mai uniós politikusok 98%-ának a perspektívája az a Bloomberg meg a politikó holnapi vezércikkéig terjed. Tehát ők ezt az idősíkot látják be, és az egész politikai krédójuk arról szól, hogy róluk mit fognak írni holnap. Én egy embert látok itt, akinek merésszel lenni, tíz éves víziója a politikáról, meg a hazájának a jövőjéről, meg a sorsáról. Na ezt speciál Orbán Viktornak hívják. És az ellenzék ezért is sapúja, kiröhögi, úja, mi az, hogy tíz évbe gondolkodik, mi mennyibe kéne tessék mondani. Hm? Na, ha már az Európai Uniót idehoztad, a miniszterelnök az Unióra is kitért ö, röviden. A sajtóban annyi jelent meg, és szerintem erre a mond ezzel a mondattal foglalkozunk egy kicsit, hogy két lehetőség van. Az Európai Unió vagy egyben marad, vagy szétesik darabjaira hullik. Most ö, azt mondta, hogy 50-50 százalék. Ti hány százalékot adnátok ennek a két szenáriónak? Hát, ha én kezdhetem, én nagyon... De sansz, ne a vágyaidat mondd el, hanem a realitást. de én, én a realitásból kiindulok, és persze vannak vágyaim, de az egy külön történet. Én sokkal nagyobb szanszat látok arra, hogy egyben marad. Vannak persze problémák, ezt mindannyian látjuk az Európai Unióval, de ez, az uniónak egyben kell maradni, mert ez az országok érdeke, az a helyzet. Tehát egyébként nem tudnak fennmaradni, tehát nem tud fennmaradni az uniós gazdaság se azon a szinten, nem tud nagyon sok, az életszínvonalunk, a gazdasági teljesítményünk nagyon sok minden más, politikai potenciál, mindaz, ami benne van Európában, nem tud megmaradni, hogyha az unió nem lesz képes rendezni a belső problémáit. Az a kérdés, hogy mit értünk Európai Unió alatt. Uh -huh. Mert ha a gazdasági uniót értjük alatta, akkor én azt gondolom, hogy minden normális ember ezt gondolja a helyes útnak, hogy a gazdasági unió maradjon meg. Ha a politikai uniót értjük alatta, abból meg jól tudjuk, hogy két verzió van, a Tagállamok Szövetsége és a Brüsszelből irányított birodalom, és most olybá tűnik, hogy ebben a nagy dilemmában nem tudnak az európai államok kompromisszumra jutni, és a politikai uniónak a szétcsúszása, talán ezt a kifejezést használta a, a miniszterelnök, az egy nagyon reális forgatókönyv, de hát kik vagyunk mi, hogy 50%-nál nagyobb esélyt adjuk. Valószínűleg én vagyok itt a... Hármunk vagy, vagy négyünk közül a leginkább euroszkeptikus. Én tökéletesen egyetértek azzal, hogy a gazdasági értelemben mert Európai Uniónak most nem nagyon látom semmiféle alternatíváját. Józan, paraszti észre végig gondolva, ez az Európai Unió gazdasági értelemben sokkal működőképesebb, és mindenkinek sokkal jobb, ha egyben marad. Politikai értelemben viszont hihetetlen szkeptikus vagyok, mert erről már egyszer szó volt ma egy fél mondat erejéig, újra hagyd citáljam ide. Húsz évvel ezelőtt, ami megint csak nem a 800 éve volt, hanem húsz évvel ezelőtt, tökéletesen mások voltak azok az úgynevezett európai értékek, mint ma. És nem nagyon tudom tetten érni a pillanatot amikor ezek megváltoztak. És azt sem tudom egész pontosan megmondani, hogy ki változtatta meg hirtelen az európai értékeket. 20 éve, 30 éve, uram, bocsánat, amikor még itt a fal rosszabbik oldalán ücsörögtünk és oda vágyakoztunk párás szemekkel, akkor nekem az európai értékek a, a szabadság, az erős, büszke nemzetek, a függetlenség, erős gazdaság, büszke nemzet, félve merem mondani, erős hadsereg. Nem ezek voltak az európai érték? Aztán csak fölébredtem hétfő reggel, és azt mondták nekem, hogy mostantól az az európai érték, hogy Szülhet. Szivárvány család, és szülhetek gyereket. Csak nem tudom, hogy ki mondta ezt mikor. Sok-sok filantróp. <laughs> ne, és, és nem hiszem, hogy egyébként 500 millió európai torkán ezt le lehet tuszkolni sokáig. De nem változtak meg ezek az európai értékek, Zsolt. Ez egy, ez egy, mert ez egy hullámnak a teteje éppen, ahol most vagyunk, ami ugyanúgy le fog csendesülni, Álm. mint a hullámok egyébként Álm. szoktak. Tehát azok a stabil, mélyben fekvő európai értékek, amelyek, amelyeket most elmondtál, amelyeknek egy jelentős része egyébként pont arra a épül, amiből mi érkezünk, a kereszténységbe épül, többek között a, a görög-római hagyományra épül, a felvilágosodásnak a szellemére épül, ezek ugye Európának fundamentuma is ok az, ahogy mondtad, szabadság, méltóság, alapvető jogok, jogegyenlőség és így tovább, ami miatt Európát szeretjük, ami miatt ide akarnak menekülni emberek, mert a, a jólét és egyebek mellett is. Ezek továbbra is ott vannak, az más kérdés, hogy a mostani hogy mondjam, szövegszinten, tehát a mostani diskurzus szintjét ez uralja, amit te mondtál, de ez egy hullám szerintem. Legyen így. Nem tudom, figyeltétek-e Ursula von der Leyennek a, a unió jövőjéről tartott a beszédét? Solti is. Igen, szerint. igen. igen. <laughs> Nem egyébként érdekes volt, hogy milyen problémákat azonosít, miket nevez meg sikernek. Egyébként egy Azt ilyen... Úr... Szerintem... szerintem Szerintem, Szerintem, bocsánat, ha, ha mondhatok, Igen. ne, ne feledd el, amit akarsz mondani, csak egy, egy zárójeles közvetlen megjegyzés, hogy én, ahogy olvastam, meg belenéztem, pont az jutott eszembe, ugye nekem is volt szerencsém sokszor ülni ezeken a miniszteri tanácsokon, uniós kollégákkal beszélni és egyebekkel, hogy a Ursula von der Leyen is olyan, hogy Mintha egy bürokratát hallan, hallanék beszélni. Nem Tehát nem nincs, nincs benne, nem, nincs lehet, benne politikai az. üzenet. Tehát, hogy mond dolgokat, amikről most fogunk beszélni, meg, meg tudunk azonosítani politikai problémaként, de ez egy száraz, tehát nem, nem tud lelkesítő lenni egy ilyen beszéd, vagy nem látod benne a politikai perspektívát? Tehát ez az a, a uniós bürokráciának a megjelenítése teljesen, ami borzasztó, egyébként borzasztó. Képzeld el, egy hónappal a beszéd előtt az uniónak a weboldalán visszaszámlálót indítottak, hogy mikor jön a nagy beszéd. Igen, hát és az... meghallgatta az ember, és még mindig várja, hogy pörögjön az a számláló, mert ez de, nem az volt. De ez nem csak Ursula von der össze, tehát van egy szörnyű, bürokratikus Big az a helyzet, ami borzasztó szerintem. Jön. Én szerintem ez nem, Neke, számomra nem ez volt a legsősabb probléma. Ez csak ez egy a persze, a... Ez csak nyilván egy... ez egy felületi megjegyzés volt most. Hát csak mert azt mondtad, meg, hogy érdekes. Ez egy nagyon hosszú beszéd egyébként, hát. meghallgatod, vagy elolvasod, és mi? Minden rendben van, minden. Minden. Az Európai Unió csodálatosan teljesít. Kérlek szépen, már az egy siker, hogy Oroszország fegyverként használja a gáz, de Európának sikerült átvészelni a telet. Tehát, hogy eljutottunk 2023 ra hogy megünnepeljük, hogy nem fagytunk meg télen. Szóval, és ilyen sikerpontok uh, sorjáznak ebben a beszédben. Most nem én nem. ezt neveztem érdekesnek. Ja, értem. A, ami értem. rémisztő volt a beszédben, az az, hogy a politikai unió és a gazdasági unió szétválasztását megpróbálja semmibe venni Ursula von der Leyen, és politikai alapon beavatkozni a gazdasági unióba, amikor például a magyar stratégiát, hogy a, a keleti világ, Kína uh -huh. és a nyugati világ Magyarországon találkozzon, ezt megpróbálja megakadályozni. Uh -huh. Holott ez a világ legtermészetesebb rendje, hogy így működjön, ő viszont ideológiai alapon, bürokrataként, de mégis ideológiai programmal olyan mondatokat mondott, ami azt feltételezi, hogy itt még lesz konfliktus. Az a, hát, az a... meg, Zsolt, csak ehhez kapcsolódik, amit az Ágoston mondott, hogy szerintem ennek a beszédnek, ha már érdekességeknél tartunk, egy érdekes eleme volt, vagy egy fontos eleme volt, amire nekünk magyaroknak figyelni kell, pont amit mondtál, a Kína kérdés. Tehát, hogy, és ugye Kína ellen egyfajta eljárást is akarnak indítani, vizsgálni azt, hogy tiltott állami támogatások vannak a kínai beruházások mögött. Na most nekünk, ugye Magyarországon, ahol éppen kínai akkumulátorgyártó üzem épül, és ugye Német szó, autógyárak számára. szó van arról, hogy az első európai kínai autógyár ugye itt fog megépülni Magyarországon, ugye még tervekben szerepel ez, tehát ez egy érzékeny kérdés nagyon, mert hogyha ez beindul az unió részéről, ez átírhatja ezeket a terveket, tehát ilyen értelemben ennek itt van politikai én azok, akik, én bocsánat, csak azt szerintem az a, az a kontinens, amik nem hajlandó versenyezni, hanem megpróbál bezárkózni, lezárja a határait, az, az kudarcra van ítélve, De az a, a totál vereség. De kapcsolódva Gábor, tehát remek. Urzula von der Leyen hosszan fejtegette, szó szerint nagyjából azt mondta, az európai piacot meg kell védeni a kínai ilyen-olyan behatolástól. Fájóan hiányzott nekem, hogy nem folytatta a mondatot úgy, hogy és ha megvédjük a kínai behatolástól, akkor értelemszerűen ugyanezt az európai piacot megvédjük a nyomorult ukrán gabonától is valamiért nem vetődött fel, hogy Ukrajna, ahol egyébként az nem ukrán gabona már rég, hanem amerikai gabona, zárójelbe zárva, az Európai Unióban érvényes szabályok, növényvédelem és minden egyéb ott nem létezik, előállítják irgalmatlan mennyiségbe az ember nem tudja, hogy milyen módon a gabonát, és ide be akarják önteni. Ez valamiért nem fáj Urzulának. Hát, Csak a kínai autógyárak fájnak neki. Hát meg nem beszélve arról, Zsolt, hogy amit most mondtál, hogy a dolgok ott is összefüggenek, hogy az az úgynevezett zöld átállás, amiről szintén sokat beszélt Ursula von der Leyen, ami egy fontos eleme ugye az Európai Unió programjának, meg politikájának, tehát ez a zöld átállás, ugye azzal, hogy én, én ezt kritikusan nézem, mint egykori környezetvédelmi miniszter, és szerintem nem jól csinálta az Unió. Egyfelől azért, mert már erről is beszéltek, hogy a napelemek és a, a megújuló energiának a, a támogatása, erősítése az azt eredményezte, hogy viszonyatos kínai térnyerés történt etéren, például a napelemgyárak területén. Ugyanezt történik jelen pillanatban az autóiparban, tehát hogyha már erről beszéltünk, ugye akkumulátorgyár és kínai autógyár, Németország, amely egyébként vezető autógyártó hatalom volt világszerte évekkel ezelőtt, most, most éppen tönkre teszi önmagát, egy értelmetlen ostoba szabályozás miatt, és valóban a dömping áron a kínai autók érkeznek, fölösleges, ő tényleg meg kell védeni az uniós piacot, azt gondolom, de nem így, tehát ez nem jó, mert közben nem, nem volt arra szükség egyébként, hogy öngyilkosságot kövessen el közben az európai autóipar. Ha egyszer majd össze kell foglalni az Európai Unió jelen állapotát, hogyha mondjuk tíz év múlva még lesz Európai Unió, akkor azért majd én úgy fogom összefoglalni a kis unokáimnak, hogy ez volt az az időszak, mikor az Európai Unió vezető nénie beszélt, a másik vezető nénie közben érmelegítőt kötött, majd felállt egy vezető bácsi, és büszkén közölte, hogy ő most Vagyimir Lenintől fog idézni, majd idézett. Na, itt tart ma Európa. Ennyi fért bele a 48 percbe. Köszönjük szépen a figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk az m és a iradóhu addig pedig tartsák szárazon a